A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntök mindenkit, itt vagyunk 1998-ban. Ebben az évben az év autója az Alfa Romeo 156-os volt. Na de teljesen mindegy, hogy milyen autód volt, hiszen a rendőrség már ekkor sem nézte jó szemmel, ha vezetés közben telefonáltál. Igen, tessék. Felvenni vagy kihangosítani? Ez itt a kérdés. A mobiltelefonok autóban történő használatával kapcsolatban még nem tisztázottak a feltételek. Bár a januárban életbe lépett új törvény kimondja, hogy a rádiótelefonokat a személygépkocsikban csak kihangosítva lehet használni, a törvényt megszegőkkel szemben a rendőrség nem tervez komolyabb retorziót. A motoros és gépkocsizó járőrök azt az utasítást kapták, hogy a kézben tartott készüléken beszélgető sofőröket rövid dudaszóval vagy szirénajelzéssel figyelmeztessék a szabálysértésre. A rendőröknek csak abban az esetben kell félreállítani az autóst, ha az a figyelmeztetés ellenére sem fejezi be a beszélgetést. Azonban, ha erre sor kerül, a telefonálót komoly pénzbírsággal büntethetik. Ez volt már az 1 perc retro, nem sokára ismét találkozunk valahol a múltban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.